Szevasztok, Laci vagyok, testépítő. Ezen most mit kell rövögni? Nincs még kéz, de építem. Most hasra gyúrok. Térfogatnövelés van. Azért szálkás, tehát bőről például szúr is. Hát fárasztó dolog is, nagyon eredménytelennek tűnik. De majd egyszer kész lesz, remélem. Remélem, hogy azt jön. Itt Zoli említette ezt a rádiózást, hogy tényleg lehet, hogy már az egész föl van véve. Hát azt csak azért mondom, hogy tudjátok, tényleg nagyon sok rádió van, amikor hallod, hogy a műsorvezető nagyon frappánsan, tömören valamit elmond, és csattanul a vége, az úgy az esetek 90%-ában valóban föl van véve, és amíg előtte szólt a zene, addig vették föl. Tehát mondjuk van egy kívánságműsor, és Marika néni betelefonál, akkor gyorsan rögzítik is, és egy fél perc alatt levágják belőle a felesleges katar, hogy anyád a te buzi nevén. Meg a nem tudom, nem, nincs meg nekünk ez a szám, nem lehet, hogy mégis inkább a tessék kérni, hogy a Cosmix-tól a izé, és akkor ha nem tudom, és akkor levágják a nem tudomat, és akkor az lesz, hogy Cosmix. Ennek az egyik fő oka, erre egészen szépen emlékszem, hogy 90-es évek végén egy J. László műsorvezető, a D nevű rádióban, ismertő a H7-es című műsorból is. A D nevű rádióban vezetett egy, majd én megvonom a problémádat műsor este felé, és be kellett telefonálni, és nagyon okosan adott jó tanácsokat. És az egyik fiatalember, aki betelefonált, konkrétan azzal a problémával kereste meg, hogy ő szeretné a pokristák monikánságbe kúrni. És ez így élő adásban hangzott el, olyan este 6 körül. Hát ilyenkor ritkán szokott megszólalni a műsorvezető. Többnyire 2-3 zene következik, amíg feldolgozzák az eseményeket. Gyakorlatilag röhögnek, mint az állat. Nem úgy a tulajdonosok, esetleg programigazgatók, akik ilyenkor betelefonálnak és 2-3 havi letiltással fenyegetőznek. Na most lement a 2 zene, és betelefonált egy ember, és azt mondta, hogy ez jó nagy parasztság volt, hogy így ilyet mondani a rádióban. Hát ő már nem mai gyerek, ő ott volt 56 a rádió ostrománál, és a rádió milyen fontos volt már akkor is az ő életében, és azóta is szinte rádió függő, és hát azért nem gondolta volna, hogy ilyen megesik, bár ő is szívesen segbe kudra. És ebben az egy órás műsorban több megszólalás nem volt. És onnantól kezdve a D nevű rádióban is úgy van, hogy te betelefonálsz, és azt fölveszik, és csak csodálkozom, hogy most tettem le, bárszeg, és megint én beszélek a rádióban.